Sziasztok, én Jesse vagyok, és ez itt egy újabb videó lenne, mégpedig ez itt a daily vlog videónak a második része. Ma van péntek, és tulajdonképpen lehet igazából gépezni. A mai naphoz nem lesz annyira érdekes, mivel miért igazából péntek van, átjövök alatt az a kádicspotos pólóba. A mai nap... A mai nap tulajdonképpen mit akarnék csinálni? Föl akarnék venni egy videót. Mégpedig a PS1-ről. A PS1-ről a konzolvilág csatornámra, ami nemrég jött létre. És már kint van egy első, az első videó már kint is van. És hát ennek a videónak a leírásában fogjátok majd megtalálni. Viszont igazából mindjárt áttöltöm rólatok a videókat, és itt a gépen pedig ugye megvágom. Áttöltöm. Oké, gyere. Áttöltöm, és utána igazából megvágítsálja, és felrakom YouTube-ra. Ez kell nekünk a Android web. Lesz erről majd egy bemutató videóm a Tech tornámról, mivel ez a Android web, ez egy nagyon jó dolog, viszont ez ugye kell wifi, nyilván ehhez kell wifi, illetve minden. A mai nap igazából nem szokott annyira sok minden történni. A mai nap igazából hazajövök, átözünk, és utána lehet gépezni, mint ahogy tulajdonképpen látjátok. Lehet gépezni, nem szokott igazából annyira túl sok dolog történni. Így pénteken igazából nekülünk gépezni, videót veszünk fel, vagy egyáltalán live-olunk. És ez van. Közben itt, mit tudom én, mióta tölt. 500-ig, oké. Most fogom idehozni nektek, mert akkor mondjuk elindítom addig az OBS-t. Tehát valahogy egy picit hátrébb tolok titeket, mert ide kéne hozni a PS1-et, ami nem olyan nagy dolog, viszont nem mutatom nektek, hogy éppen hol is van. Úgyhogy mivel már láthattátok ezt a szobát, ezért igazából nem annyira dolog. Itt van. Ott van a PS1, ami tulajdonképpen nem is olyan nagy dolog, viszont a mai nap, ha még úgy akarom, akkor a mai nap viszont fogok felvenni kettő videót. Az egyik ugye magáról a PS1-ről, a másikat viszont mégis a PS1-ről, viszont hogy olyan kell beüzemelni a tévéhez. Hozzuk tulajdonképpen a PS1-et. Szóval ez a PS1. Viszont erről ugye, aki nézi a Tech csatornámat, most a izé csatornámat, a konzolvilág csatornámat, erről ő még nem tud. Ezért nem is fog tulajdonképpen róla tudni, csak akkor, ha én ugye bemutatom. Ugyanazokat a kábeleket használjuk a PS1-et, amit a PS2-höz is. Erről is majd beszélek a videóban, ugye itt van maga a PS1-nek a kontrollerje, ami nagyon jó, nagyon szupi. Úgyhogy tulajdonképpen mit kell igazából csinálni, már csak ki kéne húzgálni a PS-ből a kábeleket. És itt van milyen, lehet, hogy ennek. Tehát amit kell megtennem, az, hogy a PS2-ből kihúzom a kábelt. Mert ugyanazt használjuk a PS2-ből.
Egy, ez is. Tehát tulajdonképpen ugyanazt használjuk a PS1-hez, amit a PS2-höz. Ezért tulajdonképpen itt van maga a kábel. Ezért nem is kellett egy ilyen másik kábel. Illetve már csak maga ez hiányzott. Ajjel kivesszük a memory kártyát, ami a PS1-hez van. A PS2-es memory kártya az eltűnt. Tehát ez jó kérdés. És veled ő... Mindjárt felállítlak, jó madár. Figyelj, egyszerű. Dolga. Ők az egyik dobozt adott, hiszen például mondjuk ezt. Minden megcsinálunk. Szóval, ja. Úgyhogy itt van maga, ami kell, és ugye kb. Ugyanez a kettő dolog kell a PS1-hez, a PS1-nek a üzemeléséhez. Ez így van, most mindjárt. Megoldva. Szóval miután oda készítettük ugye a PS1-nek a dolgait, ezt szépen ide visztoljuk. 7 perc, mert na. Szóval jó, oké. És ugye miután az OBS is előállt nekünk, ezután csak az kell, na, tehát ezt nem már csak az kell, hogy egy Android eszközt hozzá csatlakoztassunk ehhez a DroidCam-hez. Ez a DroidCam, hát ez a DroidCam, pontosan ez a DroidCam, lényegében DroidCam, hát mint is, this is where we are from. In my mind. Na, szóval miután itt vagyunk. Te nem is vagy fel a mindegy. Közöket is hisztorolném. Szóval miután bent vagyunk ugye az OBS-be. Tehát megnyitottuk magát az OBS-t. Szépen-szépen letöltünk. Letöltünk egy képet. Az Android webet hagyjuk, akkor ezt. Szóval ja, ez az előkészülési a videóhoz hosszú, például. Mert egy kellene fog hozzá kép. Képet letölteni, azt berakni az OBS-ben, meg ilyenek. Én tulajdonképpen ezért vagyok. Szóval... igen, oda beírjuk, hogy... PS1. Ugye magáról a PS1-ről. Arról egy PS1-ről akarok elkészíteni videót. És nem pedig a klasszikról. A klasszik az más, a klasszik az kisebb. Nekünk maga a PS1 van meg, nem a klasszik. Ez nem úgy néz ki, mint egy klasszik. Ez maga a Sony-nak az első, hát úgy mondani az első termékein szerintem. Maga a PS1, amit nekünk van, viszont ugye rákeresünk magára a PS1-re, és látjuk azt, hogy a PS...
egy, PS1-nek más a kontrollerje. Igen, mondjuk azon a nincs. Melyik töltjük lesz? Ezt töltjük. Szürke színű, de ez nem egy konzolvilág csatorna, szóval ezt a konzolvilág csatornámon megtudhatjátok, ami lent a leírásban lesz ettől a videótól kezdve, lent a leírásban benne lesz maga a... maga. És Justin saját képe. Nem, hanem... hol van? Vagy Adobe, a mateképek, és ide a konzolokba ments el, úgyhogy PS1. Le van töltve. Most az OBS-be legyünk a képekhez, beírjuk oda, hogy PS1, PS1, PS1. És ugye bemegyünk abba a mappába, bemegyünk abba a mappába, ahol maga ilyen Logitech-et ide. Yes, srácodok. Úgyhogy tulajdonképpen igazából nem is kanyra beállítani. Ez igazából annyi. Itt van maga a PS1. Maga minden megvan, már csak ugye csatlakoztatni kell eszközt ugye a Droid Cam-mel, ami le is van nekem töltve a telefonról. És tulajdonképpen ennyi a setup. Nem olyan nagy dolog, most innen elpakolok az asztalról azokat a dolgokat, amiket nem kellenek. És úgyhogy tulajdonképpen jó, meg még ugye rápakolok a PS1-re. Rápakolok magára a PS1-re. Úgyhogy mi a? Úgyhogy találkozunk a videó felvétel után. Ez tulajdonképpen újra találkozunk, és fölvettem magát a PS1-es videót, viszont még nem raknám el, viszont azért is, mert fölvenném, hogy olyan kell összedugni a PS1-et. Hasonló, mint a PS2-t, viszont föl akarnám venni. Ezért fölveszem, és utána átrakom a telefonról a gépre a fájlokat. Megvágítsálom, és még a közeli felvételek, sok videó lesz, szóval csináljuk. Most érkezne talán a közeli felvétel. Most szerintem a közeli felvételt akarnám megcsinálni, és utána adavinni a PS1-et összedugni, szóval tényleg. Úgyhogy majd találkozunk. És tulajdonképpen már be is fejeztem mindkét videót, megvannak a közeli felvételek, szóval most jött igazából a gépre az áttöltés, és tulajdonképpen jó. Úgyhogy igazából ennyi, volt a felvétel, megvan, úgyhogy jött az áttöltés a gépre, yeah! És tulajdonképpen már hát nem töltöttem sajnos át a videót, mert nagyon hosszú. Tehát így az áttöltés. Viszont, hát megmutatom, hogy tulajdonképpen hogyan állok. Tehát így látjátok. Lego streamre készülök jelenleg. Vannak itt dolgok, de jelenleg így a Lego streamre készülök. Mert így is mondom, Lego stream lesz. Úgyhogy most igazából arra készülök, és ja, Dávid még tölt, mert igazából
lesz a webcam. Egy nagyon hosszú streamnek. Úgyhogy, ja. Úgyhogy, hát majd találkozunk valamikor, jó? Stream közben vagy elején, mit tudom én, de majd találkozunk. Találkozunk, és tulajdonképpen már vége is lett a LEGO streamemnek. Most kezdek itt így pakolászni, és utána az ágyat most meg kell igazítani. Szóval, ja. Vége lett a streamnek, és tulajdonképpen mit is mondjak. Jó volt, kettő nézem volt. Kihívás Gamer, illetve DJ Sanyika. Úgyhogy mind a kettőnek köszönöm, hogy néztek. Innen is, hogyha látják ezt a daily vlog videót, akkor én is köszönöm nekik. Még itt KD csapatos vlogban vagyok. Ja. Most mit fog csinálni igazából, ugye megigazítani az ágyat, meg kell igazítani, illetve róla elpakolni. És utána mondjuk GTA San Andreas-ozni. Ja. Úgyhogy más már nem. Úgyhogy nekem tetszett tulajdonképpen a stream is egész jó volt, viszont tehát nem építettük meg, mert hiányoztak darabok, tehát amiket nem találok meg, az tényleg... Lehet, hogy nem is lesz. Szóval, azok meg úgy, hogy hát tulajdonképpen majd találkozunk. Letálkozunk, és már tulajdonképpen egy picit na, szóval, tehát eltett pár perc a bejelentkezés óta, és hát tulajdonképpen mit is mondani kell nektek, igazából már is semmi érdekes, nem csak igazából gépezek, ezért én szerintem itt lezárnám a mai daily vlog videót, és igazából elkezdem áttölteni a tegnapit, és ebben nem lesz olyan sok idő. A ír droid web. Elkezdem újra áttölteni, úgyhogy már nincs igazából annyira semmi érdekes, ugye nyilván fürdünk, folyok isten a gép, az isten a ágyba befelé, telefonozok, azt utána már alszok, szóval nem annyira érdekes. Úgyhogy én itt le is zárnám ezt a vlog videót, és ezt a daily vlog videót, ha tetszett a mai nap, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a további live-okért, videókért, és mindenért lájkoljátok ott, amíg iratkozzatok fel. Én Jesse voltam. Azt akkor holnap, azaz szombaton találkozunk. Sziasztok!